Köszöntöm a Cikádor magazin nézői, Gyimóth Éva vagyok. Jelentősen javulhatnak a parkolási gondok Bátaszék belvárosában, miután az önkormányzat úgy döntött, területet vásárol erre a célra. Ezek mellett ugyancsak a közlekedéssel összefüggő hír, hogy a város egyik veszélyes közlekedési pontján megoldódik a közvilágítás kérdése is. Bátaszék közlekedésében több olyan gócpont van, ahol problémát okoz a parkolás. Az önkormányzat már a tavalyi évben elkezdte felmérni azokat a lehetőségeket, melyek enyhítenék a kialakult helyzetet. A parkolási koncepciót a képviselőtestület egy fordulóban már megtárgyalta. Itt a szakemberek számba vették, hogy Bátaszéken jelen pillanatban hány parkoló működik, hol vannak azok a pontok, ahol feltétlen szükséges a parkolók számának növelése. Ezzel tisztában vagyunk, hiszen az orvosi rendelő környéke, a városháza környéke, a gyermekorvosi rendelő környéke, sőt azt kell mondani, hogy a város főutcája is igen zsúfolt bizonyos időszakokban, ahol parkolók számának növelése lenne szükséges. Ezt a folyamatot el is indítjuk, hiszen megszületett arra vonatkozóan a döntés, hogy élve egy lehetőséggel a városháza környékének parkolását szeretnénk enyhíteni azzal, hogy megvásároljuk a Szabadság utca 3 szám alatti beépítetlen területet, és itt szeretnénk kialakítani néhány év alatt, mert hozzá kell tenni, hogy a kialakításnak a költsége azért igen magas, de néhány év alatt szeretnénk kialakítani egy olyan parkolót, ami egyrészt a városközpont és a városházára érkezőknek a gépjármű parkolását oldja meg, de megoldja a tájházzal kapcsolatos parkolási gondokat is. Az elmúlt napokban feszültség alakult ki a Budai utca 56-58-as társasház környékén, mondta Bozsadik Róbert. Miután az önkormányzat új helyre telepített egy évtizedek óta életben lévő tiltótáblát, mely az itt lakók komfortját szolgálja. Többen meglepődve tapasztaltak egy olyan közlekedési táblának a kihelyezését, amely egyébként 30 éve ott van az ingatlan környékén. Valóban probléma ennek a társasháznak a megközelítése, hiszen a társasház alján egy üzlet van, és a társasház mögött pedig egy gyógyszertár, de mindenkinek tudomásul kéne venni, hogy egyébként ez egy udvar, tehát egy ingatlanhoz tartozó terület, ami elsősorban ezeknek a ingatlan tulajdonosoknak a gépjármű tárolását szolgálja, másodszorban az üzleteknek, illetve a gyógyszertárnak a kiszolgálását. Tehát kérnénk ezt tudomásul venni, hogy ezt a helyzetet ebben a formában lehetett megfelelő módon kezelni. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogyha valaki mozgásában korlátozott, és így tudja mondjuk a gyógyszertárat megközelíteni, igénybe veheti a belső udvari parkolásnak a lehetőségét, de egyébként ez nincs nyitva a közforgalom számára. Az elkövetkezendő időszakban fontosnak tekintjük még, hogy a Kossuth-Lajos utcában az orvosi rendelő környékén próbáljunk egy olyan műszaki megoldást kidolgozni, ami majd enyhíteni tudja itt az orvosi rendelő megközelítését, illetve az orvosi rendelő körüli parkolást. Megoldani végérvényesen nem fogja tudni, de mindenképpen enyhíteni ezt a helyzetet. Ugyancsak a közlekedéssel, pontosabban a közlekedés biztonságával összefüggő döntés született arról, hogy a Bonyhádi elágazó környéke új közvilágítást kap. Azt gondolom, szinte mindannyian, akik gépjárművel közlekedünk, tapasztaljuk, hogy Szekszárd irányában való beközlekedésnél a vasúti átjárót követően igen rosszak a fény és látási viszonyok, ezért döntöttünk úgy, hogy annak érdekében, hogy egyrészt az átjárót követő lassító szigetnek a láthatóságát növelni tudjuk, elhelyezünk egy közvilágítási lámpát, és terveink szerint ez kettős célt fog szolgálni, hiszen a mellette lévő közterületen egy katolikus emlékhely, egy kereszt is található, ennek a megvilágítását is ezzel meg tudjuk oldani. Ezzel próbáljuk a közlekedés biztonságát javítani. Bozsadik Róbert beszámolt a koronavírus járvány elleni védekezés helyi helyzetéről. A számok alapján elmondható, hogy az országos tendenciának megfelelő helyzetet jeleznek a mutatók. Március 22-i adatok alapján az országos átlagnak megfelelően 17,5% körüli az átoltottság. Korosztályok tekintetében a 18 és 59 év között egy kicsit alacsonyabb, már csak abból is adódóan magasabb számban is, ennek megfelelően kevés a krónikus betegségben
szenvedőit, 4% körül az átoltottság. Az 59 év felettiek esetében viszont 40%-ot meghaladja, így jön ki gyakorlatilag a 17,5%-os átlag. Én itt is szeretnék arra kérni mindenkit, hogy aki még nem tette meg, az regisztráljon, hiszen jelen pillanatban nem látunk más lehetőséget arra, hogy a járványügyi helyzetet megfékezzük, és az egészségünket meg tudjuk óvni, mint hogy minél többen felvegyék az oltást. Készülünk arra, hogy ha az ütemezett oltás befejeződik, és megkezdődhet a tömeges oltás, hogy azt milyen módon, milyen eszközökkel, milyen személyi feltételekkel és mely helyszínen fogjuk lebonyolítani majd az elkövetkezendő időszakban. Tartós élelmiszer csomagot kap húsvétra 190 bátaszéki család. Az önkormányzat felhívására 950 ezer forint civil adomány érkezett be az ügy megsegítésére. A városi hivatal plusz anyagi hozzájárulásával 9000 forint értékű csomagokat tudtak összerakni a rászoruló családoknak, a helyi gondozási központ munkatársai és az önkéntes segítők. Párosával lista alapján kezdték el összerakni a gondozási központ munkatársai és az önkéntes segítők azt a 190 csomagot, melyet a bátaszéki rászoruló családok kapnak meg húsvét előtt. Nagyszabású élelmiszerosztást szeretnénk az önkormányzat segítségével véghez vinni. Azt mondhatom, hogy a húsvéti ünnepekhez kapcsolódóan most másodszor, a tavalyi évben történt először. A karácsonyi tartós élelmiszeradományosztásaink ugye azok már sokkal régebbi időkre tekintenek vissza, mert nagyon szeretnénk, hogyha a húsvétiból is egyfajta hagyomány lenne. A rászoruló családok részére szeretnénk tartós élelmiszercsomagot nyújtani, és ezzel segíteni őket a húsvéti ünnepek nehézségeiben, hiszen most a kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel ugye egyre több család kerül egyre nehezebb helyzetbe. Most 20-szal több családnak segítenek a tartós élelmiszercsomaggal, mint a karácsonyi adományozáskor. Egyre nehezebb a családok helyzete. Nagyon sokan vannak, akik elvesztették a munkahelyüket, vagy éppen átmenetileg nem tudnak munkát vállalni. Ugye a mi családjaink közül, akikkel a szolgálatunk kapcsolatban van, közülük nagyon sokan vannak, akik alkalmi munkából élnek. És az alkalmi munka is ebben a helyzetben sajnos nagyon korlátozott, és nagyon-nagyon nehezen tudnak elhelyezkedni. A veszélyhelyzet idején kiemelten fontos, hogy azokat a családokat próbáljuk megsegíteni, akik egyébként is szociálisan egy kicsit hátrányosabb helyzetben vannak, de ebben a járványos időszakban talán még nehezebb a megélhetésük. Egy hosszú évek óta zajló hagyomány, hogy az ünnepekhez kapcsolódóan az önkormányzat meghirdeti egy adománygyűjtési akciót, megszólítjuk a vállalkozókat, megszólítjuk a bátaszéki embereket, hogy akinek van lehetősége, próbáljon segítséget nyújtani egy olyan cél érdekében, hogy családokat tudjunk támogatni. Nyitott fülekre találtunk itt a húsvéti adománygyűjtő akció keretében is, hiszen többen megmozdultak, és többen anyagilag segítették ezt az akciót, aminek eredményeként mintegy 190 család számára tudunk húsvét előtt néhány nappal így 9000 forint összértékű csomagot biztosítani. A gyűjtésen mintegy 950 ezer forint gyűlt össze az adományok vásárlására, a fennmaradó összeget pedig közel 760 ezer forintot Bátaszékváros önkormányzata egészítette ki. Ezzel is szeretnénk kifejezni azt, hogy igen, a bátaszéki emberek bátran fordulhatnak az önkormányzatos segítségért, és a lehetőségünkhez mérten mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy bármilyen módon segítsünk, jelen pillanatban, hogy az ünnepek egy kicsit jobban tudjanak eltelni. A csomagban tartós élelmiszer lesz, 9000 forint értékben vásároltunk, hát igyekeztünk úgy összeállítani, hogy hasznos dolgokat tegyünk a csomagba, de azért belecsempésztünk egy kis édességet is, egy kis boldogsághormont is a családoknak. A csomagok étolajat, tésztát, cukrot, lisztet, ételízesítőt, májkrémet, és hát amire azt gondolom, hogy nagyon fognak örülni, egy kis kötözött sonkát is fog mindenkinek tartalmazni.
Ezen kívül folyamatosan várják az egyéb adományokat is a gondozási központban. Az intézmény vezetője kihangsúlyozta, a 190 rászoruló családban közel 130 gyermek van. A ruhanemüket folyamatosan gyűjtjük az esetlegesen a konyhai eszközöket, és ezeket osztjuk a családoknak még mindig, amire nagyon nagy szükség van. És legfőképpen azt mondom most, hogy a gyerekruhákra, és hát nem már a téli ruhákra, hanem a tavaszi és a nyári ruhákat, az, amit várnánk. A csomagok kiszállítása is igazi csapatmunka lesz majd. Nagy-nagy köszönet az önkénteseknek, hiszen a gondozási központ mellett az Emárosi óvoda dolgozói is segítenek a csomagoknak az összeállításában, és hát a kiszállítás is egy összefogás eredményeként fog lezajlani néhány nappal húsvét előtt, hiszen mind a polgárőrök, mind a tűzoltók, mind a gondozási központnak a munkatársai fogják ezt megtenni, fogják biztosítani a járműveket, a sportolók például a buszt fogják majd biztosítani ez az akcióhoz. És hát azt gondolom, hogy ez így teljes egészében tényleg egy olyan közösségi összefogás, ami jelzi ennek a településnek az erejét is. Közeledik a húsvét. Az ünneppel kapcsolatos gondolatait osztotta meg velünk Fekete Zoltán, a bátaszéki református felekezet vezetője, és Sümegi József, a helyi katolikus diakónus. A húsvét a keresztény világ legnagyobb ünnepe. Ilyenkor Jézus feltámadását ünneplik szerte a világon. És hogy ezt miként is ünneplik a katolikus egyház tagjai, azt Sümegi József, bátaszéki katolikus diakónus mondja el. A húsvét a keresztény világ, az egyetemes keresztény világnak is a legnagyobb ünnepe, hiszen Jézus szenvedésének, megváltói halálának és feltámadásának az emlékét ünnepli ilyenkor a keresztény világ. Mi katolikusok is, ugye nálunk ez az ünnepkör, ez magával a szenvedés vasárnapjával, virág vasárnappal kezdődik, és ugye húsvét hétfővel fejeződik be. És ez egy nagyon színes és egy nagyon szép liturgiai hagyományokkal kialakult, vagy liturgiai hagyományok alapján kialakult ünnepkör tartozik ehhez. Ugye virágvasárnap a barkaszenteléssel, a körmenettel, ekkor Jézus jeruzsálemi bevonulására emlékezünk. A nagycsütörtök az utolsó vacsora emléke, tulajdonképpen az oltári szentség alapítása, az egyház alapításának az ünnepe is, amikor este az utolsó vacsora emlékére mutat be az egyház egy ünnepi szentmisét. Nagypéntek ugye Jézus szenvedésének az emléknapja. Ehhez kapcsolódik a katolikus világban egyrészt a keresztútjárás. Ilyenkor kimegyünk a kálváriákra, végigjárjuk Jézus szenvedésének állomásait, állomásain végigkísérve a keresztutat, majd a templomokban pedig egy csonka liturgia van, hiszen Jézus ezen a napon halott, ezért az egyház nem mutat be szentmisét. Ezen a napon Jézus passióját olvassák vagy éneklik a templomokban, egy hosszabb könyörgés, illetve a kereszt kerül középpontba, hiszen Jézus kereszten halt meg értünk, ezzel a kereszttel váltott meg bennünket a bűntől, ezért a kereszt előtt az ősidőktől, az ősi egyházi hagyományokhoz visszanyúlva, jeruzsálemi ősi hagyományokhoz visszanyúlva a kereszt előtti hódolat kapcsolódik ehhez a liturgiához, illetve a Szent Sír állításnak a szokása, amely visszamegy egészen a középkori katolikus hagyományig. Az idei évben a pandémia miatt kicsit másképp fog zajlani a húsvéti ünnep. Az idén nem egészen így lesz. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a megyés főpásztoroknak a hatáskörébe utalta azt, hogy milyen szertartás, illetve tehát, hogy tartanak-e szentmiséket. Ugye mi egyházmegyékben szentmiség tarthatók, viszont a járványügyi szabályokhoz hozzátartozik az, hogy nagyobb tömörülés, így például körmenetek nem lehetnek. Ezért csináljuk például azt már a Nagybőjtben is, és így lesz majd a Szent Háromnapban is, hogy például a keresztutakat is úgy végezzük, hogy nem megy mindenki körmenetszerűen körbe, akár a templomban is, hanem egy helyen állnak az emberek, csak a pap megy körbe, illetve bátán például kivetítjük a keresztutat. A barkaszentelés is
hasonló módon lesz, tehát mindenki megkapja a barkát a kezébe, áll a helyén, a pap pedig az oltártól megáldja, és minden valószínűség szerint így lesz a feltámadási szertartás is, ahol körmenet nem lehet, viszont az ünneplés ez nem kisebbíti, hiszen maga a közösség együttesen a Szentmisében meg tudja ünnepelni Jézus feltámadását, és egy szentségi áldással lehet zárni ezt a Szentmisét. Fekete Zoltán református lelkész online formában tartja meg a húsvétot. Hát már november óta így van. Konferenciahívásban hívom a híveket, van 7 csoportom, ebből egy konfirmandus, a többi az a felnőtt gyülekezet, és van egy, ezen belül van még egy Facebookos csoportszoba. Tehát így körülbelül olyan 40-50 közötti emberrel tudok most már kapcsolatot tartani. Ilyen igei alkalmak, van benne éneklés, imádság is. Általában egy órásak, nagyon, nagyon tartalmas tud lenni, van arra is idő, hogy ők is hozzászóljanak, közösen imádkozunk. Szóval ez megy hétről hétre, és most húsvétkor is ugyanez lesz. Nagy csütörtökön és húsvét vasárnap lesznek ugyanígy csoportok, amiben fölhívom őket, és arra is lesz lehetőség, hogy úrvacsorával éljenek, úgyhogy a liturgiát én a telefon egyik végén mondom, ők pedig élhetnek a jegyekkel, amit maguknak előre kikészítettek. Nagypéntek és húsvét, és tulajdonképpen pünkösd elválaszthatatlan egymástól, ez ugyanannak a történetnek a különböző epizódjai. Van egy énekünk, a 356-os református énekeskönyv ének, aminek a második verszak az van megírva, hogy az ősi kígyót, bűnt, halált, kint, poklot, szenvedés jaját legyőzte Jézus Mesterünk, ki feltámadott most nekünk, halleluja. Tehát az ősi kígyó, a bűn, a halál, az, ami fölött ő győzelmet aratott. Ott az Édenkertben, a Mózes első könyvében olvassuk, hogy az Úr mondja a kígyónak, hogy majd az asszonynak egy magva, egy leszármazottja legyőzi őt. És ő pedig a sarkába mar. Tehát látjuk, hogy megsebesítetik majd az eljövendő valaki, egy fiú, ugyanakkor legyőzi mindazt, ami az emberiségben a nagy problémája, hogy bűnbe estünk, és eltávolodtunk Istentől, megrontottuk a szövetséget, és minden jó, ami ebből fakad, azt megrontottuk. És ez a csodálatos ember, aki eljön, ez maga az Isten fia, aki fölveszi magára az emberi természetet, és végigéri azt az életet, amit mi is. 30 néhány éves korában keresztre megy, akarva, és ott kimondja azt, hogy elvégeztetett. És az elvégeztetett mondata, ez összefoglalja mindazt, amiért jött. Amit ott az ősi kígyónak annak idején Isten megmondott, hogy rossz hírként neki, az embernek meg jó hírként. És ebben benne van az ő feltámadása is, és benne van az, hogy a Szent Lelket kiárasztja a pünköskor, ami által mi magunk is ebben az új életben járhatunk. Tehát a három kulcsa, amint gondolkoztam, hogy mit válasszak így az ünnep rövid bemutatására, ennek az ünnepkörnek, azt a János evangéliumából kerestem ki. Az első volt ugye az elvégeztetett, hogy a bűn feletti haragját az Istennek helyettünk akarva Jézus veszi magára. A másik szó, az asszonynak mondja a feltámadott Jézus, Máriának, miért sírsz, abban benne van az, hogy ez megvalósult. Nincs okunk sírni, mert van feltámadás, a halálból visszajövünk. Ezt Jézus hozta meg az embernek, de nem neki volt szüksége, hanem nekünk az embernek. Nekünk adja. A feltámadásra várunk azóta is, hogy eljöjjön. Ő előre ment ebben. És a harmadik szó, az pedig elküldelek titeket, és vegyetek Szent Lelket, szintén János evangélium a 20. fejezetében olvassuk, ami azt jelenti, hogy ennek az örömhírét, hogy Jézus értünk halt és feltámadott, bűneinkre bocsánatot szerzett és új életet, örökké tartó életet, azt, annak az örömhírét hirdessék. És ezt saját örömből nem tudjuk tenni, hanem a Szentlélek erejéből, a Szentlélek munkájához, és így kapcsolódunk pünkösthöz is. Tehát így teljes a kép, hogy az egyház küldetése, ugye ezt az örömhírt, hogy az az ősi kígyó legyőzetett, a bűn a pokolból megszabadítatik az ember, ha Krisztushoz megy. És ez nem lehet máshol megtalálni,
csak egy személynél Krisztusnál. Tehát és ezt nem odaadja, hogy vidd el, hanem nála kell lennünk. Tehát aki Krisztusé, aki Krisztusban marad, aki Krisztussal jár, azért mindez. Így egyben, vele együtt. Hát ez az ünnepi üzenet. A húsvétot megelőzően mindig nagy volt a készülődés a Petőfi Sándor művelődési házban. Igaz, sem tavaly, sem idén nem készülhettek közös díszek, és tojást is csak otthon lehetett festeni. Most emlékezzünk meg arra az időre, amikor a meghirdetett programon szülők és gyerekek kibontakoztathatták kreativitásukat. Nagyon üsgés a művelődési ház előterében. Színes és nem hagyományos mintájú tojások készülnek, és akinek kedve és ügyessége engedi, fejlesztheti kézügyességét a színes díszek gyártásában. Nyuszit csinálok, meg kis csibét, amilyen tojás alakú, és a nyuszit úgy lehet csinálni tojásból, hogy kivágsz egy tojás alakot, és rajzolsz rá kettő filet, és azt körbe rajzolod, és kivágod, és feldíszíted. Hát ez mennyire egyszerű. Ugyanazt csináljuk tulajdonképpen otthon is, tehát tudatosan figyelek arra, hogy alkalmanként, akár ünnepekre készülve, akár csak úgy a hétköznapokból adódóan, mindig kreatívkodjunk valamit. Ezzel fejlődik a kézügyessége is, a gondolkodás módja is, önálló ötletei vannak már, és gyönyörűen hasznosítja. Tehát lesz neki önbizalma, és ennek nagyon örülök. Forgatod be, lemártod és kinyitod. Úgy lesz ilyen márványos színűt. Csinálom? Két kézzel folyamatosan teked, tedd bele a festékbe, levele, gyerünk, merüljön el. És most ki. Kicsit most eltértünk a hagyományos tojásdíszítéstől. A gyerekek szeretnek matricázni, ragaszgatni, és úgy gondoltam, hogy modern alapanyagokhoz modern technika való. Pont az óvodáskornak az egyik jellegzetessége a ragasztás, a mintakövetés, és ez kifejezetten az ő korosztályuknak való technika. A finom motorika az egyik legfontosabb dolog, mert ugye az iskolában az íráshoz, az olvasáshoz, mindenhez össze kell hangolni a gondolkodásukat a kezükkel, és az apró, pici, finom mozgás az elkövetkezendőkben az íráshoz, a rajzoláshoz az egyik legfontosabb, elengedhetetlen dolog. A gyerekekben eredendően benne van a kreativitás, csak elő kell belőlük csalogatni, mondja az óvónéni. És ha kilöködjük őket a számítógép mellől, és ilyen feladatokat kapnak, ez elő is jön belőlük. Sarkán készítettünk, az sima egyszerű márványfestékkel, tehát márványfestéket a vízbe csepegtettünk, több szint egy üvegbe, ezt összehúztuk kurkapálcával, és egy bizonyos technikával a tojást megforgattuk benne, és akkor ilyen nagyon szép márványos, színes tojást kaptak a gyerekek. Ez már egy modernebb verziója a húsvéti tojás készítésének, de nagyon szép és időtálló, mivel hogy kifújtuk a gyerekeknek a tojásokat, tehát ez, hogyha vigyáznak rá, akkor hosszú évekig dísze lehet a házuknak. A szülők is jól szórakoztak, az a tapasztalat, hogy ahol a gyerekeket meg lehet mozdítani egy ilyen programra, ott a szülők is szívesen csatlakoznak. A közös díszítés készítés emléke pedig sokszor tovább megmarad, mint maga az alkotás. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!